Sziasztok! Ebben a oktató videóban a szextolakról lesz szó. Pontosabban arról, hogy mi lesz akkor, ha ötös csoportra osztjuk őket. Ugye egy négynegyedes taktusban 4 szextola, azaz 24 hangjét található. Mi lesz viszont akkor, ha ötös csoportokba osztjuk őket? Nos, képződik így 4 ötös csoport, és fönnmarad még 4 hangjegy. A gyakorlatban ez így néz ki.